Már készülnek az iskola kezdésre a családok. Szeptemberben az óvodások és a közösségi élettel ismerkednek. Még várják a jelentkezést a Big City Round futásra. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a 60 Televízió híradóját látják, Barna Boglárka vagyok, mondom a részleteket. Ugyan már most is sokan vásárolnak, az igazi nagy roham még várat magára a különböző papírírószerboltokban. Ezt 61. üzletének vezetője mondta. Sokan a nyaralás miatt nem szerezték még be tanszereiket. A kereskedelmi dolgozók szerint a legtöbben iskolakezdés előtti héten mennek vásárolni. A szakemberek szerint a tanszerekre átlagosan 10 és 50 ezer forint közötti összeget kell szánni a családoknak diákonként. Beköszöntött a nyári szünet utolsó hónapja, már javában tart a tanszervásárlás időszaka. Az eladók szerint a szülők nagy része augusztus közepén kezdi el a bevásárlást, és a roham egészen szeptember közepéig is eltarthat. Szabóné Puskás Gabriellának óvodások a gyermekei, így most még alacsonyabb költséggel kell számolnia. Amit így meglátok, színes ceruza otthonra, zsírkrépet, ez egy pár ezer forint. Tóth Attila családjában is több gyermek kezdi az évet, ők viszont már iskolások, így a költségek is magasabbak. Nagyon nehéz, tehát az árak ugyan olyanok, mint tavaly, kicsit emelkedtek, sőt mondhatnám azt, hogy bizonyos része nagyon erősen emelkedett, de hát sajnos ki kell spórolni. Egy A4-es füzet ára mintájától és vastagságától függően 150-200 forinttól kezdődik. Az ismert filmek figuráival díszített darabok akár az 1000 forintot is megközelíthetik. Egy tolltartó ára általában 1200 és 6000 forint között mozog. Iskolatáskát pedig már 2190 forintért is találtunk. Azonban a mintával vagy figurákkal díszített táskák között 32.990 forintért is kínálnak termékeket. A legolcsóbb körző 659 forintba kerül, a legdrágább iskolai mérőeszközt pedig 4-5000 forintért árulják. A tapasztalatok szerint a szülők inkább több részletben próbálják beszerezni az iskolakezdéshez szükséges eszközöket, de vannak olyan vásárlók is, akik az utolsó hetekben kezdik a beszerzést. Így az iskola kezdés előtti roham nem sokára elkezdődik a boltokban, mondta Porné Mikel Jéva, az egyik 60 üzlet eladója. Vannak tudatos szülők, akik már júliusban elkezdtek vásárolni. Van, aki részletekben veszi meg, tehát akár 2-3 hónapra is elosztva, de folyamatosan jönnek a vevőink. Porné Mikel Jéva hozzátette, megkönnyíti a vásárlást, ha hozzáértő eladó segítségét kérjük. Mi itt tudunk segíteni a szülőknek, főleg elsősöknél van az, hogy a szülők nagyon tanástalanok, jönnek egy listával, azon van valami leírva, de nem tudja, hogy ettől most eltérhetem, mennyire, milyen pontosan az, amire neki szüksége van, és mi ebben tudunk segíteni. A 60-ban található üzletek akciókkal próbálnak könnyíteni a szülők helyzetén, azonban érdemes több helyen is megnézni az árakat és a választékot is, mielőtt vásárolni indulunk. Hamarosan kezdődik a tanév, a diákok iskolapadba ülnek, a kisebbeket pedig várják az óvodák és a bölcsödék. A köznevelési törvény előírja, hogy minden gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, legalább napi 4 órás óvodai nevelésre kötelezett. A beszoktatás időszaka a szülőknek és a gyermekeknek is nehéz, ezért fontos, hogy fokozatosan történjen a leválás. A 60 Igesztenyéskert óvodában is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a kicsik könnyen beilleszkedjenek az új közösségbe, azonban a szülők is sokat segíthetnek azzal, ha felkészítik gyermeküket. Ez a kisfiú a nagymamájával még a strandon játszik. A meleg nyári napokat gyakran töltik a vízben szórakozva. Azonban hamarosan már a közösségi élettel ismerkedik meg, ugyanis szeptembertől óvodás lesz. Papné Kocsis Erika elmondta, unokájával sokat beszélgetnek arról, hogy az intézményben új barátokat is szerezhet majd. Amikor volt nyílt nap az óvodába, anyukájával voltak, és nagyon-nagyon tetszett neki, és úgy már nagyon várja. Önállóan tud öltözködni, enni, tehát én nem hiszem, hogy bármilyen gond lenne velem, meg ő nagyon nyitott, tehát nagyon szívesen barátkozik mindenkivel, itt a strandon is.
A 60-i gesztenyéskert óvodában igyekeznek otthonos és vidám hangulatot biztosítani a termekben, hogy a kicsik minél hamarabb hozzászokjanak az új környezethez. Azonban a fokozatosság is lényeges szempont. Bereckiné Walter Anita, az intézmény vezetője elmondta, hogy szeptembertől összesen 60 gyermek kezdi el a kis csoportot, akik például a nyár folyamán kiválaszthatták, mi lesz a jelük, és már az óvónénikkel is találkoztak. Mindezek mellett a szülők is sokat tehetnek annak érdekében, hogy gyermekeik gördülékenyebben beilleszkedjenek az új közegbe. Nem kell őket öltöztetni, hanem egy kicsit ki kell várni, hogy ügyesen, vagy a cipőt ügyesen levegyék, vagy felvegyék, ha kell, bár kicsiknél azért annak is örülünk, ha már ők ügyesen le tudják venni. Akkor az étkezésnél tudjanak kanállal étkezni, meg tudják fogni a poharat. Aztán például olyan dolgok, ami lehet, hogy nekünk felnőtteknek könnyű, de még a gyermek nem biztos, hogy tudja, le tudja például a ajtókilincset nyitni. Az óvoda vezetője hangsúlyozta, hogy az intézményben rendszeresen tartanak különböző tematikus családi napokat is, így a szülők számára lehetőséget nyújtanak, hogy jobban megismerjék gyermekük óvodai rendszerét. Szeptemberben Mihály napi vásárt szerveznek. A FUT 60 Egyesület 9. alkalommal szervezi meg a Big City Round futást augusztus 19-én. Az eseményre hobbi és versenysportolók jelentkezését egyaránt várják. A szervezők célja, hogy idén is egy jó hangulatú estén népszerűsítsék a közösségi sportolás élményét, és együtt nézzék meg 60 legszebb pontjait. Ebben az évben is bográcsétellel készülnek a szervezők, melyet közösen fogyasztanak majd el a célba érkezés után. A FUT 60 már 9. alkalommal szervezi meg a Big City Round közösségi futást. Hobbi és versenysportolók jelentkezését egyaránt várják, de azok is csatlakozhatnak az eseményhez, akik szeretnének egy jó hangulatú estét szórakozással egybekötött testmozgással tölteni, mondta Czmorek Piroska, 60 futó nagykövete. Tulajdonképpen a buli, a találkozás, a beszélgetés és a futása adta az ötletet erre az eseményre. Igazából arról szól, hogy menjünk, fussunk, nézzünk és mutassuk meg, hogy mennyire szép ez a város, és mennyire jó nekünk itt lakni, illetve itt sportolni a helyben. Hozzátette, 5 kilométert fognak megtenni, útjuk 60 legszebb pontjain halad majd, kiemelte továbbá, hogy ezt a távot sétálva is meg lehet tenni. Az útvonal innen az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola udvaráról fog indulni. El fogunk futni a Zagyvagátig, onnan be a Fitness Parkba, majd futunk egy kört a Grassalkovics kastély udvarán, mert ez gyönyörű szép. Onnan át a polgármesteri hivatal elé, ott szeretnénk készíteni egy csapatfotót, majd érintjük a szökőkutunkat, illetve elfutunk a Diszig, onnan át vissza a Kerékpáros hídra, és onnan fogunk ide visszaérkezni, illetve akinek van kedve még egy kilométert itt Újhatvanban is lehet tenni, hiszen Újhatvan is csodálatosan szép. A szervezők augusztus 19-én szombaton 17 óra 30 perckor várják az érdeklődőket az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola udvarán, ahonnan bemelegítés után indulnak majd. A hagyománynak megfelelően a futókat bográcsétellel várják a célban. A részvételi szándékot a Big City Round 60 2023 Facebook eseménynél lehet jelezni, egészen a rendezvény napjáig. Szeptember 2-án vadászgyermeknapot tartanak a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az eseményen 9:30-től 16 óráig kerti és dísztermi programokkal várják az érdeklődőket. Lesz vadászkutya bemutató és dog dancing, valamint a Csimota zenekar is fellép. Változatos programokkal készülnek az érdeklődőknek Petőfi bányán a Művelődési Házban, szeptember 8-án és 9-én a 17. Bányász Emléknap alkalmából. Az esemény részletei a Petőfi Bánya PKTK Facebook oldalon lesznek olvashatók. Szerdán napos gomoly felhős időben lesz részünk, csak néhol élénkülhet meg a szél.
Folytatódik a nyári meleg 29-34 fokos maximumokkal. Csütörtökön a napos gomoly felhős időben helyenként átmeneti jelleggel kialakulhat zápor, esetleg zivatar. Továbbra is 29 és 34 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak elvétve alakulhat ki rövid ideig tartó zápor, délután 30-35 fokos melegre van kilátás. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a mesepercekben a Kék meg a Sárga című mesét hallgathatják meg a gyermekek. Ezt követően a kommentárban Valló Ede, a Grassalkovics Művelődési Ház vezetője beszél a Gem Gardenről, majd a Hatvanikumban a pedálkerékpár szaküzlet és szerviz történetét ismerhetik meg. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60hirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk! Viszontlátásra!